intézetnek az a célja, hogy a közgazdasági kutatásokat új alapokra helyezze, nem csak Magyarországon, hanem világszerte hatása, hogyan lehet a fenntartható fejlődést tényleg fenntarthatóvá tenni, olyan módon, hogy inkább a boldogságban úszunk, és ne a szemében. Úgyhogy professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad a felkérést, és akkor átadom a szót. Jó, köszönöm szépen a meghívást. Egy pár perc múlva le fogok ülni, és ülve tartom az előadásomat 40 év után először, elnézést kérek. Kis problémáim vannak az állással, a pár hétben. Két dolgot megtisztelő a utáni szerzetes után beszélni. Annyi információt mondunk róla, hogy a Magyar Butáni Társaságnak az alapítói vagyunk, és itt van az elnök, a Vagyság Zoltán barátunk, itt van a Kovács Gábor, aki szintén alapítója a Magyar Butáni Társaságnak, és mint Magyar Butáni Társaság nagyon szoros kapcsolatban és aktív projekteket csinálunk Butánban. Én magam 2017-ben az említett Center for Bhutan Studies and Gross National Happiness-re különösen elhelyeztük egy nagy világkonferenciát, amit belül Buddhist Economics Track-et, a STEM szerveztem, úgyhogy 11 európai tudós ment oda ki, ott ki a buddhizmus és a közgazdaságtan dolgait vizsgálta. Tehát a Bhutánnal való kapcsolatunk az, hát ha nem is napi, de heti szinten van. A másik pedig ugye a Körösi csomag, és akkor utána rátérünk erre. Körösi, másik ilyen nagy projektünk Zanglában van, szerintem mindenki tudja, hogy Zangla miért fontos a Körösi szempontjából. Zanglában töltött a Körösi csoma 3 évet, megvan az a kolostor, van egy fantasztikus projekt, a szerintem erről hallottunk, a Csomas Room projekt, amiben rekonstruáltuk ezt a csomának a szobáját, a kolostornak részét, és Zanglába különböző napiskola és más ökológia fenntartató projekteket csinálunk. Én abban egy szerény résztvevő vagyok, Irimiás Balázs és más társaink vezetik ezt a projektet, de a Zanglába is benn vagyok. Tehát Bhután, Zangla, ez a kettő van, több ilyen nincs, ami az élő buddhizmussal kapcsolatos. Köszönöm a meghívást. Én nekem az egyik kutatási területe a buddhista közgazdaságtan, a Buddhist Economics, de nem arról fogok beszélni, mert nem arra kértek föl, hanem egy tágasabb horizontba a közgazdaságtan és a spiritualitásnak az összefüggéseiről. Ezeket a kérdéseket szeretném röviden megtárgyalni. Egyáltalán miért merül föl a spiritualitás témája a közgazdaságtanban, a következő a materializmusnak a súlyos problémái a gazdaságban, és végül néhány spirituális alapú működő, valóban létező közgazdasági modellt szeretnék bemutatni, kereszténység, buddhizmus, hindu és más területekre, ami inspirációt adhat nekünk. Az első, én a közgazdaságtannak vagyok a professzora, tehát hogyha itt bírálni fogom a közgazdaságtant, akkor talán higgyék el, hogy van valami elképzelésem a dolgokról. A fő tételt, amit szeretnék picit megvilágítani, ha van a mai tudományok között egy igazi materialista, kőkeményen materialista disziplína, akkor az ikonomik. Vannak még más tudományok, például a biomedikus biomedicina, ami szintén kőkeményen materialista, és szinte is tökre tagadja a spirituális létezését, de az economics az biztos. Homo economicus, tehát egy materialista, egy leegyszerűsítő
kőkemény materialista emberként például a közgazdaságtan, ezt technikai a homo economicusnak hívjuk, ennek matematikai modellezése van, és tovább ezt most nem akarom mondani, de a fontos lényegi kérdés, hogy a közgazdaságtan azt feltételezi, és erre építi a modelljeit, hogy a gazdasági szereplők, tehát a gazdaságban mi mindannyian, meg a szervezetek is talán, egy önérdek követő hasznosság maximalizáló lények, ez technikai dolgot jelent, de ami ennél fontosabb emberi szempontból, mi olyan lények vagyunk, közösségtan szerint, hogy csak és kizárólag anyagi vágyakkal rendelkezünk, és csak és kizárólag anyagi motivációk hatnak ránk. Ez két kőkemény előfölterés, és ennek súlyos gyakorlati, való világbeli következményei vannak. Tehát ez az a tudomány, amit tanítunk. És ami az egész nyugatot, sőt nem csak a nyugatot, egy hónappal ezelőtt Hongkongban rendeztük egy Buddhist Economics világkonferenciát, hát ugye a Hongkong az nem nyugaton van, a Hongkong az ugyanúgy megvalósítja, hogy Tokió ezt a nyugati materialista közgazdaságtani emberképet. Ez csak egy kis szórakoztatás, talán fölismerjük az USA dollárnak a részét. Azt is tudjuk, hogy az USA dollárra az van írva, ugye, hogy in God we trust. Na most ez egy humor, mert helyesebb lenne azt írni, hogy in greed we trust. Tehát az emberek mohóságába, pénzéségébe bízunk meg Isten helyett. Ez csak egy kis humor, de szerintem ez elég komoly dolog. Thomas Schelling, Nobel-díjas közgazdász, egyik legnagyobb közgazdász, néhány éve halt meg, amerikai. Ennek egy nagyon jó szójátékot javasolt, aminek mély jelentése van, hogy a közgazdaságtan az economics, a kívül angol, de azt mondja, hogy a közgazdaságtant valódi jelentése, valódi tartalma szerint az önzés tudományának kellene nevezni az egonomics. Tehát ami economics, az valójában az egónak a tudományának kellene nevezni. Tehát jobb lenne ezt egonomicsnak. Én ezek nagyon, nagyon szellemes, meg mély megváltás szerintem. Csak lesz nagyon röviden, mert erre nagy kutatási projektjeink vannak. Ez a materialista gazdasági fölfogás, ez nem egy ártatlan dolog. Valójában ez az, ami tönkreteszi a Föld ökorendszereit. Én most ezt nem szeretném kifejteni, mondom, ebből könyveket publikáltunk Amerikában, óriási projekteket csinálunk, Future Earth és más. A klímakatasztrófa és az ökorendszerek összeomlása az meggyőzésünk szerint erre a gazdasági cselekvési modellre vezethető vissza. De hogy a Földet elpusztítja, ez még csak egy dolog. Ha még ez nem is lenne, akkor nézzük meg ezt a másikat. Milyen hatással van az emberi jólétre, vagy itteni terminológia, happiness-re, a boldogságra. Persze, ez kőkemény pszichológia tudomány, a Tim Kasser és az ő munkatársai, ezek vezető csúcs amerikai pszichológusok, és ez egy evidence. Tehát ezen én már nem vagyok hajlandó vitatkozni, amit ők állítanak, mert számos országban, Koreától Amerikáig és Európától Ausztráliáig, számos korcsoportban, öregek, fiatalok, középkorban, gyakorlatilag mindenhol ezt ki lehet mutatni, empirikusan, pszichológusok. Minél inkább materialista értékorientációt követünk, annál alacsonyabb lesz a jólétünk. Ez ellentétes a nyugati alaphitekkel, de ez egy tudományos tény. Azt akarjátok, hogy a rossz létet akarjátok, a boldogtalanságot, akkor ezt kell csinálni. Ez a kép talán ismerős, egy nagyon híres pop art festmény Amerikából, Supermarket Lady. Én ezt választottam szimbólumnak, hogy mi az, hogy materialista értékorientáció. Jó, ezt én nagyon meg... Egyébként Tim Kasser professzornak megjelent magyarul is az egyik alapkönyve, aminek az a címe, hogy az anyagiasság magas ára, vagy valami ilyesmi, high price of materialism.
amit fizetnünk kell ezért, boldogság hiányában és a jólét lerombolásában. Erről beszéltünk, a vitában, hogy ez szükséges. Én ezt nagyon megfontolásra javaslom. Nem csak a politikus és más miutas rendszerek mondják ezt, az modern, mainstream pszichológia tudomány. Szóval itt gondok vannak. Akkor ezt a témát lezárva, James March professzor Stanford, Kalifornia, az egyik legnagyobb tudós, közgazdaságtan, szervezet tudomány, stb. Az élete végén ő néhány hónapja halt meg, egy igazi matuzsálán volt, az egyik legnagyobb tudós. Ezt az élete végén ezt mondta, hogy az önérdek doktrína meghaladása a 21. század, tehát a mi szám legfontosabb projektje. Egyébként ő ugye szó szerint azt mondta, hogy azt a szót használt, undermining the self-interest doctrine. Hát én azt gondolom, hogy igen, ez a legfontosabb projektünk, és ezt a tudomány, és ezt javasolja az élenjáró tudomány, és a spirituális hagyomány is ezt javasolja. Akkor nézzük, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Spirituális, spiritually based, spirituális alapú emberképet mit jelentene most a közgazdaságtan számára? Jó? Én szerintem azt az egyszerű dolgot, hogy mi azt tételezzük föl, hogy merjük tételezni, hogy mi spirituális lények vagyunk, alapvetően. De ha valakinek ez így nem tetszik, akkor szerényebben én csak annyit javaslom, hogy mi olyan lények vagyunk, akiknek materiális és nem materiális vágyaink és motivációink egyaránt vannak. Materiális és nem materiális. De a kettő hogyan függ össze, ez egy óriási téma, ezt most nem tárgyalom, csak ezt eddig eljutni. Ezt a közgazdaságtan tagadja. Ezt tagadja. Hogy nekünk nem materiális vágyaink és motivációink lehetnének. Például egy nem materiális motiváció mondjuk a szeretet, vagy a boldogságra volt a törekvés, vagy majd mindjárt lesz az egység, és így tovább lesz a dolog. Na, akkor menjünk tovább. Csomó néhány modellt be fogok mutatni, ami működik, nem csak elképzelés, hanem valódi működés. A közös jellemzőjük ezeknek a spirituális alapú közgazdasági modelleknek, tehát hármat emelnék ki. Az első, a belső motivációnak az elsődlegességének hangsúlyozása. Ez egy óriási kérdés, elképesztő következményei vannak, hogy melyiket tekintjük elsődlegesnek. A belső motiváció, a külső motiváció. A külső motiváció a közgazdaságtanban leegyszerűsítem pénz. Megfizettek benneteket, és akkor csinálni fogják. Valahogy csinálni fogjátok. Az igazi minőség, az hogyan fog kijönni, az máshogy jön ki. A belső motiváció elsődlegessége fontos. A közjó, a common good szolgálata, elkötelezettség. És talán a legfontosabb, ami ez nem annyira újszerű, ez talán közös. A harmadik az viszont igen. Az, hogy hogyan mérjük a sikert. What is success? Hogyan mérjük? Mi a sikerkritérium? Egy gazdasági cselekvésben, egy gazdasági vállalkozásban, egy szervezetben. Mi a sikerkritérium? Az egy dimenzióban pénzbe mérjük, profit vagy ilyesmi, ugye számos változónk van pénzügyekben, vagy pedig egy több dimenziós, holisztikus mértéket használunk, például Gross Nation Happiness, az egy több dimenziós holistic measure, amit a Butánban alkalmaz. Most próbáljuk Magyarországon egy-két régióba, illetve városba, kisebb közösen ezt adaptálni. Tehát a siker definíció nagyon... Mi a siker? Miben mérjük? Akkor néhány példa, csak megmutatni, ezek működő dolgok. Ezek működő, sikeres dolgok. A keresztény oldalról ez nekem a kedvenc, szerintem a legsikeresebb. Valószínűleg minden időkre egyik legsikeresebb keresztény, katolikus indulású gazdasági vállalkozás sorozata, Mondragon szövetkezetek, kooperatív, ez baszk. Ez a baszk földön van, talán ezt ugye tudjuk, hogy mi a baszk, egyik legősibb nyelvük van a Európában, egy pre-european nyelv,
elképesztő komoly nép, és a baszk, ez a José, szinte kimondhatatlan nevű, José Maria Arizamen Diarrieta, ha jól ejtem, ő egy katolikus pap volt, aki egy elképesztő vízióval kiépítette Mondragon szövetkezeteket Baszkföldön. Jó néhány évtized ezelőtt elkezdve, mára, kérem szépen, és akkor megjutok, mára ez a Mondragon hálózat, ez a baszk gazdaság egyharmadát átfogja. Egyharmadát. A baszk gazdaság, kérem tisztelettel, ez az Európai Unió legfejlettebb régióinak egyike. Az nem egy gyerekjáték, tessék, nem egy Bilbaóba, San Sebastián, ez elképesztő szint gazdaságilag. Ennek az elképesztő fejlett gazdaságnak az egyharmadát a Mondragon Kooperatív fogja át. A pénzügyektől a mezőgazdaságtól elképesztő dolgokat csinálnak, építve a baszk identitásra, sőt, sok mindenre, ezek katolikus. Ezt ajánlom tisztelettel a figyelmünkbe. A másik, ami az én szüke területem, a kedvencem, az ethical banking, ez csak mondom, az egyik a Grameen Bank, a Yunusról hallottunk, mivel béke Nobel-díjat kapott, ez egy ugye, muszlim hátterű Bangladesh, de a Európában a Triodos az holland. A Triodos az holland, ez az antropozófia, a Rudolf Steiner pénz fölfogására és az antropozófia elvére épülő, hihetetlenül újszerű, innovatív és baromi sikeres bank, hát tényleg kutatási területem, ez több mint 30 éves a Triodos, tehát hogy Európában ez hogy működik, és mit jelent az etikai, a társadalmi, környezeti és pénzügyi szempontok együttes figyelmevétel a bankingben. Ez lehetséges és ez sikeres. Tovább, ez jól ismert, ugye a India Gandhi, ugye a Sri Lankán, Indiában, ez van közösség alapú, ezt értjük, menjünk tovább, igen. Ami hát hozzánk közelebb állna, ugye most erre nem lesz idő, de a buddhist business. Én csak egy példát hozok, de hát ezt mutatjuk. Egy példát hozok, amit szerintem ismerünk, Patagonia. Ezt a céget, ez Kalifornia. A legkiresebb és a legsikeresebb buddhista üzleti vállalkozás a világon. És csak egyet dolgot mondanék, az alapítója egy zen buddhista gyerek, hát gyerek, hát egy nagyszerű üzletember, 70-valány éves. Ő azt mondta, hogy a buddhizmus az nem olyan problémát jelent az üzleti életben, hanem szó szerint, és ennyi komment, a buddhizmus számára az üzleti élet az a gyakorlás legkiválóbb terepe. De nem, hogy félni kéne, oda kell, mert azt kell csinálni, csinálni kell. A legkiválóbb terület. Hát erről publikáltunk könyveket, elég komoly. Akkor mindjárt a végéhez érünk, néhány konklúzió, és akkor kész. Kérem szépen, ugye összefoglalva, tehát a profit és a növekedés, ezek nem végső célok, a spirituális alapú modellekben, hanem egy sokkal tágasabb társadalmi célfüggvény, mi ezt mondjuk, a célfüggvénynek az elemei. Ugyan költséghaszonelemzés és pénzügyi kalkulációk, ami a mi szakmánk, ezek kellenek. De nem kizárólagos döntési kritériumok, hanem multikritériumok, több kritériumos döntéseknek a bizonyos elemei. Van két következtetés, ha lehet, és akkor az időt azt tudom is tartani. Az első következtetése, ami szerintem közgazdaságilag is, és azon túl is szerintem hihetetlenül fontos, a spiritualitás és a racionalitás, azok nem ellentétei egymásnak. Mert ez az, amivel mindenkinek tanítok Amerikában is, Oxfordban, sokkal, mindenütt találkozom ezzel, hogy a spiritualitás az a racionális ellentétenek gondolják. Egyáltalán nem az, és ez nem csak egy fogalmi kérdés. A spiritualitás ellentéte a materializmus. Az az ellentéte a spiritualitásnak, nem a racionalitás. A racionalitásnak az ellentéte a non-rationality vagy irracionalitás. Ezek két különböző dimenzióban vannak, és a legfontosabb közgazdasági szempontból, sőt az egész életünk szempontjából a racionalitásnak és a spiritualitásnak a házassága, a szövetsége. Enélkül nem tudunk elérni semmit. Én szerintem a buddhizmus, és ezért nekem előre volt, mint fiatal korom volt a vonzó, egy elképesztően racionális
világszemlélet, egy elképesztő racionális vallás. Nem ellentétes a racionálása. A gazdasági szereplők követhetnek spirituális alapú célokat racionálisan. Racionálisan. És mérhetik a sikert ezt szerint. Az összes példa, amit hoztam, az ilyen. Szerintem ezek komoly racionális vállalkozások. Spirituális alapon, spirituális célokért. Különben meg sem tudom, nem tudom kimenni a szobából, hogyha nincs racionalitás, nem működik a technológia. Második következtetés, ez már etikai, az etika professzor is vagyok. Itt nem lesz meglepetés, de a közgazdász kollégáim megőrülnek tőle. Tehát az önzetlenség, ugye a buddhista terminológia, a non-self, a natta, nyugati terminológiában altruizmus, önzetlenség, és a oneness, a spirituális egység érzés. Ez a két olyan redukálhatatlan. Szerintem redukálhatatlan, irreducibilisnek mondjuk mi, redukálhatatlan két alap érték, ami a nem materiális gazdasági cselekvésnek az alapjait adja. Ezt már tovább nem lehet redukálni szerintem, legalábbis etikában. Tehát erre a kettőre van szükség, önzetlenségre és egységre ahhoz, hogy olyan gazdasági modelleket fejleszünk és valósítsunk meg, aminek esélye van arra, hogy a Föld élet megmaradását szolgáljuk. Köszönöm szépen! Megvilágosító előadást, és most, hogyha valakinek valami kérdése vagy hozzáfűzik, akkor oda igen, tessék. Hogy a megosztáson alakuló gazdaság, ami most kezd kialakulni, hogy ezt így hogy tudja a szemléletbe beilleszteni? Ez a sharing economy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ennek többféle, nagyon sokféle változata van. Van olyan változata, ami ekte, kőkemény, materialista, értékorientációra épülő, alapvetően pénzről szól. És van olyan változata, amelyik szerintem tekinthető spirituális alapú modellnek. Tehát önmagában az, hogy sharing economy, megosztásos dolog, az önmagában se nem szerintem az értő, hogy se nem jó, se nem rossz, de mégis ezt mondanám most. Attól függ, hogy milyen célokra irányul, és milyen tartalmakat használ. Tehát például a mondjátok már ez a taxi, amit innen például az Uber is így indult. Így indult. Aztán belezuhantok egy olyan kőkemény üzleti dologba, ami aztán szétvetette, hát nem sok helyről kitították, nem csak Budapestről őket, nem csak Budapestről. Szétvetette ezt a modellt. Tehát az intenció, tehát mi úgy mondjuk a célfüggvény, most mire a motiváció, az intenció, a szándéka az üzletnek, az értetlenül fontos. Hogy mire játsszuk ezt a dolgot, hadd mondjuk egy példát, ez egy világszintű példát, amit mindenki ismer, ugye a Tesla, tehát, és az Elon Musk, tehát az a kérdés, hogy ő ezt milyen irányba fogja tudni elvinni. Hogy tényleg az a cél, de sok projektje van, hát ez egy világ, globális. Ezeket az autókat abban az irányba visszük el, mint ahogy majd szerintem, hogy igen, végül is mi kurva sok pénzt akarunk keresni, és ez a cél. Vagy abban az irányba visszük el, mint az elején akarta Kaliforniában csinálni, aztán elkanyarodott, hogy azt mondta, hogy szép dögörök, mi akarjuk menteni a világot. Hát ez el fog dőlni gyorsan. Majd én attól félek, hogy már eltölt. Hogy mégis az Elon Musk, akit én eddig nagyon tartok, és tanítjuk őt, mert példák is lehet, ő azért végülis a pénzre hagy. Pénzre hagy. Ezek a modellek, amiket mutattam, ezek nem a pénzre hajtanak, némelyik baromi sikeres, például a Mondragon, de egyáltalán nem az a legtöbb cél. A Mondragonnak a célja a baszk nemzet építése. De nem egy duma, hanem valódi csúcs technológiákra építő, fantasztikus üzleti modell kiépítve és kooperáció minden. A baszki nemzet építése.
Nem pedig az, hogy meggazdagodtak. Közben meggazdagodtak, mert Európa egyik leggazdagabb régiója. A Patagóniának nem az a célja, hogy az alapító, kosár, hogy ő milyen baromi gazdag legyen. Az a célja, hogy megvalósítsunk például esetleg a buddhista értékeket az üzletben. A realizáció. Ez a cél. Ez a cél. A masknál nem vagy. A sergék valami, ez egy vegyes dolog, ilyen is van benne, olyan is van benne, ez egy jó potenciál. Azt tudom mondani, hogy szív kell hozzá, ezt értjük, szív kell hozzá és ész kell hozzá. Sokszor csak észet csinálják szív nélkül, és akkor lesz. Az, hogy a véget kitiltjük az üvben. Az Airbnb is kicsit hasonlóan indult, az lesz a vége, hogy azt is kontrollálni kell, ki fogják tiltani csomó európai városban, mert eztelenül csak profitfajtász módon van csinálva. Szóval se nem jó, se nem rossz önmagában, hanem hogy hogyan valósítjuk meg. Egyébként érdekes nagyon, tehát van benne perspektíva, tehát engem is nagyon érdekel, kutatjuk is, de attól, hogy valami sergék van, ami attól még nem jó, feltétlenül, tehát az nem alap. Úgy, hogy egy vállalat lehet jó, vagy lehet rossz, egy szövetkeret is lehet jó, vagy lehet rossz, tehát ezek nem önmagában, ezek formák, azt hiszem ezt mondanám. Formák. Ezek formák, amiket meg lehet tölteni ilyen vagy olyan tartalom. Még egy kérdés lehetséges, illetve merre erre válaszolni. Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy alternatív közösségek, akár alternatív pénzközösségek mennyire segíthetik ezt az irányt? Hát nagyon. Még tulajdonképpen azt is bele lehetett volna tenni, hát ez egy nagyon rövid előadás volt, hogy majdnem az összes modellben, hogy tudományosan pontos legyen, ezek közösség alapú modellek. Valamilyen módon community support, valamilyen módon egy közösség építés van mögöttük. Van, ahol ez explicite van, mint a Mondragonnál, vagy a Gandhiéknál, tehát a gandhista modellekben explicit a közösség alapúság. Másik modellekben, mint a Triodos, vagy ezek a Banking, vagy a Patagonia, ezeknél nem annyira explicit, hanem ott máshogy próbálják, virtuális közösség és más technikákkal, de így van. Ez alternatív közösségek kellenek. És megint azt mondom, hogy kell, ott megvan a szív, de kell az ész, közgazdasági ész, kell hozzá, hogy tudunk olyan üzleti vagy más gazdasági modelleket kitalálni, ami ezt majd működtetni fogja. Tehát az nem egy cél, hogy legatyásodjunk és nem tudom, mit csináljunk, az a cél, hogy prosperáljunk. Prosperáljunk, de úgy, hogy etikailag és ökológiailag az megfelelő legyen, az a prosperitás. De? Tehát, hogy én annyit le is zárom, és nagyon megköszönöm a meghívást és a lehetőségeket, ami a legfontosabb hiányzik ma, és amit mindenkit szeretnék erre kérni, vagy serkenteni, az imagination, hogy egy képzelő erő, ami ma hiányzik. Nem tudjuk elképzelni egy más világot, egy más gazdaságot, egy más modelleket. A képzelőről a kreativitás hiányzik ma. Ez a legnagyobb szükség, hogy a szív és az ész össze tudjon kapcsolódni. De egy újszerű kreatív volt.